When you look at what Jesus did, tehát amikor megfigyelitek, hogy Jézus mit tett, it was as much healing as it was preaching. Az sokkal több szerepet kapott a gyógyítás. And so this work, which I think must be the finishing work of the gospel as well as the beginning. És meg azt gondolom, és meg vagyok róla győződve, hogy az evangéliumi munka mű befejezésénél ugyanezt az elvet kell követnünk, sokkal több lesz a gyógyítás, mint a prédikálás. My background as a physician is with the specialty of physical medicine and rehabilitation. Orvosi hátteremet tekintve belgyógyászatra, illetve rehabilitációra szakosodtam. 1985-ben végeztem, majd több évig hagyományos belgyógyászati és rehabilitációs munkát végeztem. Később hallottam egy olyan egészségügyi központról, ahol természetes kezeléseket alkalmaznak, és ténylegesen láttam is embereket ebből a központból, melyet Eugene Pines intézetnek neveznek, ez Alabama államban található. Nagyon érdekelt a dolog, majd egy vagy két évvel később, amint sikerült más kötelezettségeimtől felszabadulnom, el tudtam menni Eugene Pinesba, ahol is 16 éven át dolgoztam. Eugene Pines egy olyan központ, ahol megpróbálnak megtenni minden lehetséges gyógyszerhasználat nélkül, ugyanakkor ez a kereszténység iránt is nagyon elkötelezett központ, minden egyes egészségügyi beavatkozásnál imádkoznak a páciensekkel. Ezek némelyike új volt számomra, főleg, hogy milyen sokat imádkoztak. So some of that was new to me, how much they did prayer. The spiritual part is central. A lelki oldala a dolgoknak központi fontosságú. Ekkor már nagy érdeklődést tanúsítottam a természetes gyógyítás iránt, meg akartam tanulni mindent a témáról. Ugyan keresztény voltam és vagyok ma is, de amolyan meglepetésként érintett, hogy milyen gyakran imádkoznak a páciensekkel együtt, illetve a páciensekért külön. Az orvos is imádkozott, de a többi alkalmazott is, amikor az orvos nem volt jelen. Minden kezelés alkalmával a kezelések megkezdésekor imádság hangzott el a páciensért, hogy a kezelés jót tegyen neki. Még az olyan egyszerű dolgokat tekintve is, mint a vérvétel, imádkoztak, hogy minden rendben menjen. Miért döntött úgy, hogy Magyarországra jön? Something specific was arranged. I had wanted to come to Hungary. Sajátos lehetőséget készítettek elő, ideérkezésem előtt több évvel már akartam jönni Magyarországra, de az első alkalom 2008-ban volt. Úgy gondolom, hogy meghívásommal az volt a cél, hogy az Egyesült Államok ezen egészségügyi központjában végzett munkámhoz hasonló dolgokkal foglalatoskodjam. És csak ugyan nagyon sok munka adódott, oktatás is, előadások tartása, sok alkalommal tanácsadás egyedi esetekben. Mi az ön tapasztalata, a természetes gyógymódok iránt Magyarországon mekkora érdeklődést tanúsítanak az emberek? Gondolja, hogy érdekli ez a téma őket? I find plenty of interest. Now, of course, the people I see are the ones that look out. Az érdeklődés bőséges bizonyítékát látom, természetesen azokkal az emberekkel találkozom, akik a természetes gyógymódok felé fordulnak, ezt mi az orvoslásban kiválasztási effektusnak nevezzük. De ha csak azokat az embereket számítom, akikkel találkozom, úgy tűnik az emberek nagy többségét nagyon is érdekli a természetes gyógymódok használata. Ha az Egyesült Államokra gondolok, ehhez képest Európa mögött vannak, vagy legalábbis lemaradás van a természetes dolgok iránti érdeklődésben. De azért az elmúlt 20 évben az USA-ban nagy reneszánsza van a természetes gyógymódoknak, óriási az érdeklődés ez irányban. Amikor orvosi praxistól függetlenül találkozom emberekkel, és csak úgy beszélgetünk, azt tapasztalom, hogy talán az emberek fele vagy még több is komolyan érdeklődik a gyógyszerek káros hatásaitól mentes természetes megközelítés irányában. Úgy gondolom, ugyanez érvényes Magyarországra is, talán még jobban. And the same I think is true here or even more. Tudna az itteni kezelések jó hatásairól valamit mondani? Milyen tapasztalatai vannak? I haven't had as much follow-up, but here also with the ones that we've worked with. Magyarországi esetekről még nincs olyan teljes kimutatásom, azokról tudok beszámolni, akikkel együtt dolgoztunk egy új kis egészségügyi központban, mely délkelet Magyarországon Eleken található. Jönnek cukorbetegek a központba, általában egy vagy két hetes kezeléseket kapnak. Mindannyian gyógyszereikkel jönnek be, vércukorszintjük nem kontrollálható megfelelően, távozáskor általában vagy sokkal kevesebbet kell fogyasztaniuk gyógyszereikből, vagy teljesen el is hagyhatják a gyógyszereket, vércukorszintjük sokkal jobban kontrollálható, mint idejövetelükkor. Ugyanez a helyzet a magas vérnyomásos esetekkel is. Mi lenne az első tanácsa annak az embernek vagy páciensnek, aki szeretne életmódján változtatni? Javaslata szerint mi lenne az első és legfontosabb lépés?
You know, it's several health habits that make a difference. And if we emphasize only one, igazából több életvitelbeni szokás megváltoztatása az, ami a valódi változáshoz kell. Ha csak az egyiket hangsúlyozzuk ki, úgy tűnne, mintha az a dolog fontosabb lenne a többinél. Mégis talán az első és legnagyobb jelentőségű pont, ha el kell kezdenünk egy bizonyos dologgal, az az étkezés. A nehéz ételek, melyek sok zsírt tartalmaznak, különösképpen állati eredetű zsíradékot, veszélyesek, mivel eltömítik az ereket. Ezért az általunk hangsúlyozott nagyobb lépés azok számára, akik hozzánk fordulnak, egy olyan étrend átadása, melyben az állati eredetű termékektől való eltávolodással egy teljesen növényi alapú étrendre állhatnak át. Ideal health promoting program, you would not include any milk products. Olyan egészség elősegítő programmal foglalkozom, mely a tejtermékektől való tartózkodást is magában foglalja. Az emberek a húsra gondolnak ilyen kérdésekben. Manapság sok tanult ember tud a húsfogyasztás veszélyeiről, a benne lévő koleszterinről, de talán kevésbé értik meg, hogy a tejtermékekben is van koleszterin. Még vegetáriánus embernél is bekövetkezhet az erek eldugulása, ha tejtermékeket fogyaszt. A tej nem csupán önmagában okoz gondot, ha valami, akkor a sajt még inkább veszedelmes. Bármely más tejtermék, sajtkészítmények, jégkrémek, ezek mindegyike veszélyes. What do you find about the importance of spiritual health in of the well-being? A lelki egészség fontosságáról mit tapasztalt, mennyire járul ez hozzá a teljes egészséghez? Mit gondol, miért annyira fontos, hogy pozitívan gondolkodjunk? Mit javasolna azoknak, akik súlyos stresszel küzdenek? At UC Pines, I saw powerful evidence of how the people that come react, respond. UC Pinesban hatalmas bizonyosságát láttam annak, hogy az odaérkező emberek mennyire pozitívan reagálnak, adnak választ a dolgok keresztényi lelki megközelítésére. Például minden reggel van közös Isten tiszteletük, ekkor énekelnek, átbeszélnek bibliai igéket, együtt imádkoznak, ugyanez a gyakorlat este is. Gyakran napközben is van tanítás lelki dolgokra vonatkozóan. Az egészségügyi program végeztével sok páciens azt mondja, hogy számukra a legjótékonyabb hatású a lelki dolgokra helyezett hangsúly volt. Különösen a sok imádságot említik ilyenkor. Ez érdekes, mert én kissé negatívan álltam ehhez, hittem az ima erejében már UC Pinesba menetelem előtt is, de úgy gondoltam, hogy itt, ahol a természetes módszerekbeni tanulmányaimat végeztem, kicsit túl extrém módon állnak az imához, túl sokat imádkoznak, ezzel az imát elcsépelté teszik. Nos, ezen hozzáállásom hamarosan tévesnek bizonyult azáltal, hogy a páciensek elmondása alapján a legjótékonyabb hatású az volt számukra, hogy a kezelések alatt minden egyes lépésnél imádkoztak. By the patients saying this, that the thing that had helped them the most was the prayer that was done at every step along the way. What we talked about earlier today was that this kind of health work. A mai napon korábban arról beszéltünk, hogy az egészségügyi munkának ezen ágazatát azért végezzük, mert a keresztény üzenetről meg vagyunk győződve. Úgy gondolom, sok keresztény a kereszténységet úgy fogja fel, mintha annak semmi köze nem lenne az emberi testhez. De ha megnézzük, hogy Jézus mit tett élete folyamán, szolgálata alatt, azt láthatjuk, hogy nagyon sokat tett a gyógyítás munkájában, sokat foglalkozott az emberek betegségeivel. Ha az Ószövetséget nézzük, azt látjuk, nagyon sokat foglalkozik az egészség kérdésével, az egészséges életszokásokkal. Ezen délelőtt nem csak a fizikai, kézzelfogható oldalról beszéltünk, melyekkel én nagyon sokat foglalkozom, hanem azzal a ténnyel is, hogy Jézus az Isten országának evangéliumát jött prédikálni, ez pedig határozottan túlmutat a csupán testi egészségem. A UC Pines intézmény egyik doktora, akivel nagyon sokat dolgoztam együtt, a következőképpen fogalmazta meg ezt. Ha csupán annyit teszünk, hogy egészséges életszokásokat tanítunk meg, látjuk is, hogy mennyire áldásosak ezek. Ha csak ezekben részesítjük a pácienseket, akkor egészséges bűnösökké tettük őket, meg lehet, hogy 10-20 évvel tovább élhetnek ezen a földön, de mi sokat is veszítettünk, ha nem tártuk eléjük az evangélium örök életről szóló üzenetét, ami nem csak 20 vagy akár 30 plusz év ezen a problémákkal megterhelt földön. Not just 20 or even 30 years extra here on this life, that's a travail of problems.